Biztos, hogy nem pöfetek gomba, és nem is Vegeta űrhajója az a szemétgömb, amit a régi hetes melletti erdőrészletben talált Ladányi Bálint. Az egyetemista által készített fotó nagyot futott a kanizsai csoportokban, sokan találgatták a tárgy egykori definícióját. A magánterületen kidobott szemét egy vákumformázott tartály, amiben vizet vagy szennyvizet tárolhattak. Ketten is felfedezték pár napon belül a gömböt, ami alaposan megmozgatta a csoporttagok fantáziáját. A majd 200 lájkot és 100 hozzászólást kapó szemétre többen azt írták, hogy nemrég dobhatták ki, hiszen gyakran kirándulnak a régi lőtér felé, eddig mégsem látták. Nézd, ott már régóta ott lehet, mert belenőtt a... Bálint nekünk is megmutatta az eszközt, amit valóban magához ölel már egy bokor, így az a teória megdőlni látszik, hogy nemrég dobhatták ki. A szemét eljuttatása sem lehetett egyszerű, hiszen a betonréteg miatt nagyságrendileg 100 kilót nyom a gömb, ráadásul a bejáratot kamerák figyelik. Az erdőből jöttem, tehát hogy nem is az úton. És kiértem, először a nem messze lévő épületet pillantottam meg, majd aztán attól balra láttam ezt a gömböt. Nem volt tippem sem, hogy először mi lehet, ezért is raktam fel a Facebook csoportban, ott többen is találgattak, víz, gáztartály, műhold, darab, UFO-k. Én egyébként a gáztartályra gyanakszom, de semmi sem biztos, azt hiszem. Valóban nem sok minden biztos a gömb kapcsán. A legesélyesebb tippek közül a gáztartályt azonban Horváth János, a Horváth Mék Kft. Ügyvezetőinek segítségével annak anyaga miatt kizártuk. Többen még a honvédségtől kapott válasz is kezdetben megerősítették a hidroglóbusz tetőtippet. Ezt azonban a vízmű szakemberei megcáfolták a betonajzat miatt. A közterület felügyelettől is azt mondták, hogy valószínűleg mégsem az. Ők tippelték azt, hogy esetleg táptárolásra használták a gömböt. Itt felkerestük a nem olyan messze a gömbtől dolgozó csirketelep tulajdonosát, aki nagyon készséges volt, segített, megnézte a fotókat és kizárta, hogy ezt bármikor is táptárolásra vagy gabonatárolásra használták volna, mivel nincs megfelelő ki- és betöltési felület rajta. Sőt, ő azt mondta, hogy nemrégiben cserélte a 10-20 éves tartályait, és már az előtt sem használtak ehhez hasonló tartályokat. Itt egy kicsit kétségbe estünk, hogy akkor most végül is mi is lehet az. És látva a fotókat, illetve látva a helyszínen a tárgyat, eszünkbe jutott, hogy esetleg lehet fröccsöntött tárgy, így felkerestük a Promolding kanizsai céget, akik foglalkoznak fröccsöntéssel. Tőlük megtudtuk, hogy ez egy vákumformázott műanyag tartály, amit betonba süllyesztettek. Azért gömb alakú, hogy ne veszítsen hőt, így biztosan folyadékot tároltak benne. Nincsenek rajta rozsdafoltok, itt saváló az anyaga. Valószínűleg egy már felszámolt gyárból vihette haza valaki, majd vizet vagy szennyvizet tárolt benne addig, amíg el nem repett. A gömb helyéről a hivatal munkatársának segítségével kiderítettük, hogy magánterület. A mezőrök a napokban bemérik a tartály pontos koordinátáját, majd a hulladékgazdálkodási hatóság intézkedik az elszállításáról. A szemétgömb ügyével az eheti Kanizsa újságban is foglalkozunk, így akinek az általunk kideríthetné jobb tippje van a gömb eredeti szerepéről, kérjük írja meg a Mikó Barát György @kanizsamediaház.hu-ra.